nem tudom, hajhárok, az nem egy értelmes szó. Közben hello mindenki, ahogy sziasztok chat, üdv itt, hello, hello. Ki hogy van ma? Remélem remekül. Sziasztok. Cső. Cső, cső, cső. Mi a helyzet? Víz, víz, víz nektek. Hello. Sziasztok. Szevasz, Frikó, amúgy sziasztok, szia. Avasvenszki, Bálint. Hello. Szevasz, Norbi, szia anyát, hogy van, szia Rájt, szia Csibet, csőre, szia Marci, szia Frikó. Szevasz, Rájt, szia Dominika, szia Bognán, Padja, szevasz, Met, szia Kei, szia Bálint, cső, Medve, szia Zalán, szia Hatalmas, Baj, szia Zétény, szia Misi, szia Regnő, szia Janka, szia Rolcsi, cső, Tordas, szia Lili, hello, Wolf Gaming, Twitch, hello, Taki, Benny, cső, mindenkinek, sziasztok, chat, cső, 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 üdít, hogy vagytok, hogy vagytok? Amúgy kurva szar az idő kint, és nem tudom, rendes, ez az olyan időjárás kint, hogy így kimész, és elmegy a kedved mindentől, tényleg, tehát és az a vicc, hogy én nem tudom, hogy, de pont ezen gondolkodom, ezt beszéltem tegnap Bencivel, hogy olyan gyorsan vége lett a nyárnak, tehát konkrétan emlékszem, hogy május végén voltunk Balaton-Edericsen, és olyan, mint a két hete lett volna, és 3 hónapja volt lassan, vágod? 3 hónapja volt lassan. Olyan gyorsan ment ez a nyár, mint az állat. Viszont igen, kézzétek el sem hiszitek, tegnap végigmentek az utolsó belsős tesztek is, ha minden igaz, mindenki van javítva Galaxin. Arun mondta, hogy ő még nagyon nem akar, vagy nem azt, hogy nagyon nem akarja a beta tesztet, de mondta, hogy ő még fél a beta tesztől, mert fél felengedni embereket, mert fél attól, hogy ezért, tehát beégünk a beta tesztel, hogy vannak bugok, de hát a beta teszt is azért van, hogy megkerítsük a bugokat igazából. Még egy dolgot, hogy a mai nap megcsinálunk, hogy átmenjünk mindenen, és az összes ilyen letiltást, tehát például, hogyha mondjuk bankba vagy, vagy mondjuk egy autóatát nézel épp, egy ATM-es UI van a fejed előtt, akkor ne tudj megnyitni egy inventorit, vagy halott, vagy ne tud megnyitni a fasz se tudja mit, tehát értitek, az ilyen letiltásokat kell majd megcsinálni már csak, vagy hogyha mondjuk laptopoz, akkor ne tudj ütni, meg ilyenek, szóval csak ilyen letiltásokat kell megcsinálgatnunk, és utána pedig igazából beta tesztelhetünk is. Arról nyilván húzza rá a száját, mert igen, neki van vele a legtöbb dolga, még ikkori még fixálgat pár dolgot, és igazából ja, mondta, hogy igazából meg tudnánk csinálni hétvégén is, és igazából holnap, ha akarjuk, de hogy igazából mondta, hogy most ezen pár napon nem múlik minden, és inkább nézzünk át minden többször. Arról nem, hogy kurva maximalista, szóval nyilván azt akarja, hogy a lehető legkevesebb hiba jön elő, mint a beta teszten, mint az éles szerón, ami teljesen megérthető, mert én is azt akarom, hogy a lehető legkevesebb hiba jön elő. Érdekes lenne, a lehető legtöbb jön elő, és azt akarnám. Mindegy, szóval a lehető legkevesebb hiba jön elő. Nyilván, hogyha már ennyit késett a szeró, akkor most már tényleg legyen kurva jó, megértitek, legyen izé 10/10-es, meg nyilván azt szerintem elkerülhetetlen, hogy nulla bug legyen, mert értette, tényleg szerintem azt nem lehet megoldani, hogy az 50 millió scriptből tényleg mindegyik hibátlan legyen. Jézusom, közben megköszönök mindent, sorry chat. Köszi szépen, Rizses, a tier 1-es 29-et, 29, Jézusom, az nagyon sok idő, Rizses, ezek mindjárt 3 éve szabolsz rám, jó, még kicsit messze van, várjál, igen, még kicsit messze van, de amúgy érted, az kurva sok. 2,5, jó, legyen 2,5, kiegyezünk. Köszi Esferi, neked is a tier 1-es 14-et nem tudok olvasni, jaragulj, és köszi Wright, a Prime-os 5-et, amit köszi Steve az 500-as bitelést. Jézusom, a mindenit. Szia Erus, Jézusom. 1000 millió éve nem látom Erus szerintem a csatornán. 1000 millió éve. Ma akkora fasságokat álmodtam chat, tehát ma szó szerint ezt álmodtam, hogy megnyílt a szeró, és nem az volt, hogy az álmomban örültem a szeró megnyílásának, hanem ideges voltam, hogy a mentősök számlázgatnak $2000-okat, és ezt támadtam be, hogy a mentősök kurva idegesek, vagy kurva idegesek a mentősökre, hogy $2000-okat számlázgatnak, miközben amúgy ezt tegnap álmodtam, nem tudom, már összefolynak, de valamiért mindig ilyen nagyon realisztikus álmaim vannak amúgy, amik ilyen tökre összefolynak, már nem tudom melyik nap mit álmodok, nem tudom, nagyon rossz, amúgy szaladgálok szeron közben fönt, nem tudom milyen újdonságok lehetnek, amiket még nem mutattam amúgy, nyilván amúgy most bazzeg lékelem a karakterem, ne. Igen, ahogy látjátok chat, itt van, kész, a neve 1323 és PD helyettes rendőrfőnök lesz, ez így van. Tehát azért látjátok, elég egyedi karakter, véletlenül sem 4 másodperc alatt nyomogattam össze a dolgokat, és a neve is amúgy, tehát azért tényleg 1323, erre nem számít senki. És úgy fogják hívni, hogy 1323, és úgy, hogy 3, tehát nem az, hogy jól kimondod a 3-at, 3, 1-3-2-3, kész, meghaltam. Hogy haltam meg ekkora esésbe? Nagyon testem, nyakra estem. A Lol Gyuri karaj, ami tényleg hasonlít Lol Gyuri karakterére. Hát a haja ugyanolyan igazából, ja. Negro végül fel lesz engedve. Hát nem tudom. Ja, és ugye annyi a lényeg, hogy azért voltam a mentős számlákra kiakadva álmomba, mert ugye az alap ötlet, hogy a mentősök jelenleg, hogyha
Várjál, hogy fogalmazza meg ezt jól? Hogy a mentősök nem lesznek védve, viszont csinálhatnak majd ilyen fekete ügyleteket is. Nem azt mondom, hogy korrupt mentősök, csak érted, mondjuk, ha illegálnak kell valamilyen mentős asszisztáció, vagy valami mentős dolog, érted, van mondjuk egy illegális boxmatch, és kell oda egy mentős, hogy felszedjék őket, akkor fizetnek a mentősöknek x pár ezeret, stb., meg nyilván lesz fizetésük, ugye, viszont ha valaki ilyen normális keretek között hal meg, és mondjuk tegyük fel, előtti egy autó, vagy ilyen hal, stb. Azért ugye nem kell fizetniük majd a playereknek, mert én nem tudom ezt, hogy az összes pénzed ellátásra költöd, meg mentős ellátásra költöd, meg IC kajára, meg benzínre, meg ilyenekre, ez nem tudom, szerintem nem annyira fasza. És így akartuk kicsit feldobni alapból a mentőses dolgot amúgy. Ó, verte meg. Így akartuk kicsit feldobni a mentőses dolgot, hogy ne legyen megkötve a kezük, hogy érted, csak legálisan mehetnek mindenhova, meg csak akkor izé el kell kérniük a fix pénzt, a nem tudom milyen újraélesztésért, meg a faszom se tudja miért, hanem vehessenek részt úgymond ilyen sötétebb dolgokba is, és akkor ezzel nyilván több lehetőségük van szerintem a mentősöknek is, meg több lehetőségük van a playereknek is, hogyha valami illegál akar egy saját mentőst, vagy most nem tudom, hogy jól megfogalmaz, értitek. Szevasz Gábor, szia Miriam, szia Geraci, üdv, Dark Ambulance, így van, ez így van. Ja. Szarkész. Ó, bocsánat. Ez valaki pedje volt valamilyen szerveren. De most Ozénak valami spanyai, nem? Szia Axwell, hello. Hello, úgyhogy igen. Nem tudom mi az, amit még nem mutattam meg, és megmutathatok amúgy. Negro tudna itt játszani? Hát figyelj, még megbeszéljük, ez mi dolgunk lesz eldönteni, hogy mi van, meg ilyenek. Ha fel is engedjük Negrót, valószínűleg egy esélye lesz, és az első adminnél permázzuk, tehát ez szinte biztos, mert... Igen, Negro hogy tényleg egy jó srác, meg minden, de azért... Hát amikor szana szét van, ami az idő 90%, akkor annyira nem beszámítható. És ez a nem jó része, érted? Tehát most... Érted? Valaki feljön a szervóra és pont vele találkozik először, vagy mondjuk ránéz egy streamre és azt látja, hogy szanaszét van. És amúgy NFL a legnagyobb baj az volt el, hogy mindenkit anyázott tényleg, tehát ott emlékszem szerintem, hogy egy hét alatt, vagy két hét alatt valami négy kurva anyázós ügye volt, és igen, az nem fér bele sehol. Az nem fér bele sehol. És igen, de azt mondta is ő is, hogy vissza kell fognia magát a szidásokkal, és akkor jól látom, hogy Csőrinál, szia Zsani, szia Motobé, hello, mi a helyzet veletek, szia Lapi, hello. Csak nem Zsozi egyet szoktál nézni 24. Én szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány percig néztem Zsozi egyet életem során. Tehát semmit nem vágok, csak egy screent láttam a GTA karakterekről, de tényleg életemben nem néztem egy óránál több Zsozi egyet, biztos, hogy benne nem néztem egy videókat, streameket összeadva, mert nem, tényleg, soha. Nekem ez soha nem volt ilyen izé, hogy úristen, nem is az, hogy nem tartom szórakoztatónak, csak nem néztem, nincs is időm, se türelmem nagyon nézegetni streamereket, érted? Főleg én RP-t alapban soha nem is néztem senkinél, mert Easy-nél néztem nyilván, meg mondjuk Dagnál, vagy HTML-nél, vagy akik érted, a haverok, spanok voltak, csak így tudod, ha RP-zel, akkor így meg akarod tartani a saját, amit kialakított a karakterednek, a saját dolgait, a saját személyiségét, és ha nézel egy RP streamet, akarva akaratlanul is át tudsz venni dolgokat, amiket mondjuk nem akarsz, viszont érted, mondjuk tegyük fel, egész nap Zsozét néznék, és lenne egy karakterem, akkor lehet, nem tudom, lennének olyan elszólalásaim, vagy valami, és ez nem egy jó dolog, amint, ja, nem egy jó dolog így átvenni akaratlanul is dolgokat, úgyhogy a... Ja. Andrew Tate-et nézd csak, most bannolták Facebook meg Instára, ezért streamer újra. Tessék? Máté, köszi a téres másikat, köszi szépen, köszi. A hangom az kritikus, nem? Hú, amúgy rosszabb, mint tegnap szerintem. Aj, de mit néha? Gyógyuljak már meg. Tényleg szörnyű. Tegnap elmentünk edzeni, este 10-kor. Mondom, van egy óránk edzeni, az tök jó, és én nem tudom mi volt, de kinyomták a légkondit a terembe, 35 fok volt szerintem, és akkor kezdett el esni, szóval ilyen füllett idő is volt az egész terembe, én azt hittem, hogy összeesek be az meg a melegbe, katasztrofa, szerintem, hogy fél órát edzettünk max. Nem is vágod, Andrew Tate-et bannolták, nem vágom, hogy egyáltalán nem is szoktam követni. TikTokot is nagyon ritkán nézek, amíg unatkozok és nem bírok aludni, és kb. Ennyi. Nem, úgy tényleg nem tudom, mit nem mutattam még. Panitív, köszi Arusnak a giftet, köszi szépen, köszi. Terembe két kímavet is meghalok. Nekem amúgy, én sose szoktam úgy izzadni edzés közben, csak ha lábazunk. Ha lábazunk, szerintem az első szetnél már ömlik rólam a víz, de bármi másnál épp hogy izzadok. Tehát nem tudom, a lábnál az meg halál.
nem tudom, mi az, ami most átalkat. A ruhánál volt, van ugye a ruhaboltunk. Ja, megmutatom, nem tudom, Ikai nem tudom, hogy mit csinált vele azóta. Van ugye a ruhaboltunk, és azzal voltak itt ilyen, hogy is mondjam, gondolkodnunk kellett, hogy most mit, hogy csináljunk. Mert annyi a lényeg, hogy jelen esetben, ha most rajtam, most nem tudom miért vannak ezek, de elvileg vannak rajtam ezek. Igazából most full random, ez még nincs megcsinálva, de most ugye elvég rajtam voltak ezek, de tulajdonképpen meg nem. Most leveszek mindent. Vagy leveszem a maszkom, figyeljétek. Oké, kinyomom a K-menüt. Oké, bejövök ide. És most nem tudom, hogy Ikai megcsinálta, de ha most bejövök ide, akkor viszont a maszkot szeretnék állítani. Most jó, most működik, csak hogy ezzel volt a kisebb problémák, hogy ha a K betűvel le volt véve a maszkod, akkor nem tudtam maszkot állítani, de most már ja, ezt lefixáltuk, és ez is csak ilyen kényelmi dolog volt, de engem például nagyon triggerelt, úgyhogy ja. De igen, azon kívül, hogy meg vagyunk mindennel. Szerintem tényleg most már csak kell egy ilyen letiltós dolog, hogy például nem tudom, hogy vannak ilyen dolgok, az biztos, hogyha mondjuk nyomok egy per, ja, már nem is, nincs is már per notebook, nyomok egy laptopot, akkor laptop közben mondjuk, ha fú, nem tudom, várjál, ha mondjuk biztos vagyok benne, hogyha mondjuk benyomok egy VPN-t, és mondjuk, én nem tudom, dark webben akarok írni egy üzenetet, mondjuk itt a Coco eladóba, akkor nem bír mozogni a karakteren. Valami volt, egy C betűt nyomok? Volt valami amúgy. Volt valami, tudtam C betűt nyomni a laptopon belül, és akkor így hátra néz a karakterem. Szóval ilyen letiltásokra gondolunk, igazából ez kell, aztán beta teszt is. Reméljetek a beta teszt, én tényleg reménykedem, hogy olyan jól fog menni, hogy bezzeg nyomunk 3 nap beta tesztet, vagy 2 nap beta tesztet, alig van valami, és megnyithatunk. Szóval a nyitást azt úgy készüljétek chat, hogy tényleg hónapban megtörténik, és remélhetően, biztos, én azt mondom, hogy biztos, remélhetően nem fordul véletlen olyan elő, hogy a beta teszten előjön valami olyan bug, ami hónapokig kell, ami olyan biztos sem lesz, de remélhetően nem jön semmi nagy elő a beta teszten se, és akkor tényleg tudunk játszani. Szóval a bejelentése úgy készítek chat, hogy ez nem az lesz, hogy bejelentem holnap, hogy úristen, mondjuk augusztus 28-án megnyitás, hanem az lesz, hogy mondjuk bejelentem augusztus 24-én, vagy 26-án nyitás például, most csak mondtam random dátumokat, de hogy nem sokkal, tényleg szerintem 1-2 nappal a nyitás előtt fogom bejelenteni a nyitást, vagy bejelenteni fogjuk, de ígyétek el, az a 2-3 nap alatt, miért bejelentjük, ad mindenhonnan az fog pojni, úgyhogy a streamek címe is az lesz rengeteg ideig, vagy minden ilyesmi, úgyhogy az NPC-k elég zavarók lesznek. Mire gondolsz? NPC-k zavarók lesznek? Mint mi, hogy mennek az úton? Hú, amit szétmegy a fejem is. Miért? Mi a baj az NPC-kkel? Szerintem kurva jó, hogy ennyi NPC van amúgy. Én nagyon élem. Túl sok az NPC. Én esküszöm, nekem nagyon sokat dob, hogy ennyi NPC van. Szerintem kurva jó, hogy ennyi NPC van. Lehet, hogy le kell vegyük majd egy picit, mert ez kiderül majd a beta teszten, hogy nem tudom, mondjuk 100-120 playernél mennyire fogja ez enni a szerót, meg a playereknek a gépét, az, hogy ennyi NPC van. Elvileg nem nagyon kéne, gyakorlatilag még meg fogjuk tudni. Ugye nyilván sokszor volna, hogy nincs ennyi NPC, sőt sehol nagyjából. De igen, pont ezért is vagyok kíváncsi, hogy mi lesz a giveaway, megnyerem. Fel kellett egy giveaway, lehet nyerni, sőt 10 darab nyertesük lesz, sehet lehet nyerni. 5 darab 10 eurós giftcardot, 2 darab 15 euróset és 3 darab 25 euróset. Úgyhogy nyomjátok, csinált fel kérd a giveaway. Igazából annyi kell csináltok, hogy rányomtok a G2-es linkre, hogyha napi egyszer rá tudtok nyomni, szóval hogyha évfél lesz ma, akkor holnap évfélkor, és holnap ugye 0,001 perc, rá tudtok majd nyomni újra, és akkor dövesétek lesz járni, meg bekövettek Twitch-re, és gyakorlatilag ennyi. Nagyon jó. Menekülés közben miattuk elkapnak, hogy lövöldöztek, és az úton állsz meg, bevadolnak. Pont az, hogy nincs, nem vadolnak be, tehát figyelj meg, leívag egy kocsit, előveszem a pisztolyom, elkezdek lövöldözni ennek, és le fogják szarni. Tehát ez meg van csinálva, hogy most én szétlövöm a tagnak a hátsó ajtaját, tehát nem, ugyanúgy megy tovább, látod? Tehát attól függetlenül, mert mondjuk lövöldözni fogunk egymással, nem fognak teljesen megőrülni, és mindenki agy nélkül belemenni. Azt, hogyha mondjuk kilövöm a kerekét, akkor nyilván most azért félre fog csúszni, tehát nyilván akkor lemegy az útról, mert így reagál rá arra, hogy kilövik a kerekét, vagy arra, hogy egyik kereke lyukas lesz. De szerintem az üldözés ez csak javítom, hogy szerintem csak dob az üldözésen az, hogy konkrétan nem csak az a nehéz az üldözésben, hogy oké, vedd be jól a kanyarokat, hanem kerülgess jól az NPC-ket. Nyilván mondjuk most én leívok egy... Leívak egy faszom rendőrautót, amíg tudom, hogy bugal a textúrja most. Beindít, hogy benyomom rajta a szirénát, akkor
Csak first person, ja. Csak first person. Akkor itt amúgy félre fognak állni a szirénának, látjátok? Jó, ez kicsit izé zavaró lehet, hogy félre állnak, meg kicsit fogyatékosul állnak félre, de így ezen kívül amúgy nagyon sokat nem befolyásolnak, akár rendőri, akár illegális üldözés van, annyi, hogy ki kell kerülgetni őket, érted? Ami meg szerintem csak plusz egyébként. Úgyhogy, ja. Szerintem abszolút csak dob rajta. Zaz írt, mit írt Zaz? Ezen elpörget már most. Mi? Vagy vak vagyok? Vak vagyok? Hol van? Ja, hogy élet, óriási, igen, szétűs óriási életet ad. Dr. Duck írt még, hogy kurva jó életet ad amúgy a mapnak. Nyilván száguld, igen, tehát nehezebb száguldozni. Amúgy még ilyen szabályon is gondolkodtunk, de aztán meggyőztük magunkat, hogy nem. Volt egyébként szó erre, sőt, sokan szerették volna a mikoreinkből is egyébként, hogy legyen olyan szabály, hogy nem vezetetsz irreális sebességgel, tehát hogy nem menj 220-szal a városba. De igazából rájöttünk, hogy az NPC-k miatt igazából nem lehet megcsinálni, mert kurva nehéz úgy vezetni 220-szal, hogy közben NPC-kkel kerülgetned, és te fogsz meghalni, meg te fogsz kiesni a kocsiból, meg ütközni. Szóval, hogy, ja, ezért is benne van egyébként a szabályzat, van ilyen szabályunk egyébként, hogy tilos... Hogy is volt? Túl extrém vezetés. Nyilván ebbe beletartozik az is, hogy nem hajtasz fel egy T20-szal a Monchiriádra egy 90 fokos emelkedőd, meg nyilván beletartozik az is, hogy érted, nem tudom, alaphelyzetben úgy, hogy nem öltesz senki téged, nem mész, érted, 220-szal a szembesávba, nem tudom, fámból. Mert nem RP-s, szimplán. Ugye. De ja, nem szeretném megtalálni a tökéletes balanszot arra, hogy az emberek itt egyszerre RP-szessen komolyan is, meg... Érted, jól is éreztessék magukat, nem azt mondom, hogy fanoljanak, mert ez egy rossz szó szerintem, de hogy érted, lehessen olyan RP-s, amin tök jól el tudsz szórakozni, meg elnevetgélsz, meg poénos, de lehessen olyan RP-s, ami kurvára komolyan kell venni, ami, hát ott most nehezen tudok gyorsan menni, nyilván itt a leállósába tudok, de azon kívül itt még lelassít a homok. Szóval, ja, lelassítnak az NPC-k amúgy. Könnyebb elvegyülni. Persze, hát figyelj, most leívok egy NPC autót, amit bárhova leszpawnolhat, gondolj bele, menekülök a rendőrök elől, azt csak így beállok az NPC-k mögé én is. Valahogy be lehet épülni, érted, ez sem egy gyorsan. Beállok az NPC-k, mert én nyilván most látták, hogy ez a kocsim, szóval nem lesz egyszerű. De érted, játszom, hogy NPC vagyok. Bármi előfordult. Ezekkel amúgy szerintem kurva sokat dobnak. Szerintem az NPC csak dob rajta egyébként. Én nem tudom, hogy milyen negatívuma lehet. Max az FPS. FPS zabáláson kívül szerintem semmi az égvilágon amúgy, de javítsatok, ha nem így van, szerintetek chat. Én csak személyes véleményem nyilvánvalóan. Én szerintem kurva jók. Kurva jók. Ja, de hát ugye 23-13, ő a karakter 13-23, ugye 1-3, 2-3. Ő lesz a karakterem. Igazából azt fogom RP-zni, hogy egy ilyen fejlett robot a karakterem, és lejött az emberek közé egy másik bolygóról, és egy ilyen beépített ügynök lesz egyébként, aki igazából közben egyébként az UFO-knak infózik arról, hogy mi történik a Földön, a bolygón, és el fogja pusztítani ez a végleges terv, hogy a végleges RP-sze, hogy leszállnak az UFO-k és elpusztítják a Földet. Lezárásnak nem tudnak durulni, na várjál, amúgy az, van arra megoldásunk, várjál. Bemegyünk a PD-re most, amúgy is nem rejtegetem a faszom PD-t, mert amúgy is láttam, hogy volt máshol sajnos pedig. Az biztos, hogy amikor én megvettem ezt a PD-t, ezt a mapolást, akkor biztos, hogy benne, hogy sehol nem volt még ez a PD, csak azóta annyi idő eltelt, hogy már lehet azóta van mindenhol. Szóval van a szöges drótunk amúgy, meg várjál, nem, akadály működik úgy, hogy... Gyakorlatilag, ha most oda megyek egy bolthoz, keressünk egy boltot. Mi hol a legközelebbi bolt? Arra szerintem. Itt van egy bolt valahol, ugye? Ja. Reméljük van is elég NPC. Várj, valami olyan kell menni, ahol a frekventált helyre kell menni. Szóval van egy ilyen itemünk, amit hogyha lerakunk, vagy lerakom most az autópályára. Tehát ha lerakunk, akkor ez egy bizonyos kis delay-jel, de viszont az a lényeg, hogy egy... zónában diszpawnolja majd az NPC-ket. Most ne kérdezz, hogy most nem még most fog elkezdeni működni, mert igazából nem erre van, de annyi a lényeg, hogy elkezdi majd szépen lassan diszpawnolni az NPC-ket, és igazából nem fogja engedni, hogy leszpawnoljon egyre több, bár most nem tudom, hogy az autópályára mennyire jó ötlet volt lerakni, meg őszintén amúgy Arun csinálta, és ők csinálták a range-eket, úgyhogy nem tudom mekkora a range-e, de annyi a lényeg, hogy
azt hiszem, hogy 200-500, nem, 2 de faszom se tudja. Az a vagy, docsat lehet tudná, ha itt lenne, de ő meg kurva nincs itt, úgyhogy. De annyi a lényeg, hogy ezt ha lerakod, leraksz belőle, nem tudom, mondjuk 4-et egy rablásra, akkor diszpónalgatja az NPC-ket, és nem jönnek át áthajtani a rablásodon. Aztán felveszed őket, meg újra engedi őket leszpawnolni, és kész. Most nem tudom, hogy autópálya, hogy működne ez, de ja. Nem, mindenhol vannak, Maci. Úgyhogy igen, erre ez a megoldásunk igazából, ez a terv. Szöges drót is úgy van megoldva egyébként, hogy az NPC-ket ne basztassa, szóval, hogy az NPC-nek nem lyukat ki a kereke a szöges dróttal, csak a playereknek. De a docshat nagyon jó, hogy itt vagy. Hogy működik ez? Tudom, hogy ti csináltatok Arunnal ezt az itemet, hogy mekkora range-be törli az akadály item az NPC-ket. Hogy mekkora range-be nem engedi őket diszpálni. Most itt lenne Arun, hogy meg tudná válaszolni, csak Arun meg szülinapon van, úgyhogy szomorú. Megvan, mert mikor indul a szeró. Most pont a vele, hogy igazából szerintem 2 nappal a szeró indulás előtt fogom bejelenteni. Pontos range-et én se tudok. Alapvány, nem vágom, hogy működik, őszintén nem vágom. Arun biztos tudja, meg Travi lehet tudni, köbe egy háztömbbe. Ja, de most ha itt fogom, azt, mondjuk az a baj, egyet vettem. Most lebaszok egyet ide amúgy. Utcai verseny, mert Anika van. Hogy? Az utcai versenyünk szerint az egyik legmenőbb script az egész szerveren. A verseny scriptünk szerintem kibaszott menő. És ezt még odébb találja, de kíváncsiak, hogy még ötletem sincs. Most ezeket is diszpawnolnia kéne? Igen, tehát ez a bajom. Nem tudom ez, hogy működik. Őszinte nem tudom. Lehet nem is működik. Majd meg kell nézzük, de ja, az a baj, ez 100 métert mondott Ikarim volt kor. Most ezt beégek ezen, hogy nem tudom megmutatni, de tényleg nem tudom, hogy működik. Szóval az utcai verseny szerint egy legmenőbb dolog amúgy, ami létezik egyébként. Figyelj, tehát most itt vagyunk, itt útvonalakat lehet generálni, annyi a nélkül, hogy beülök egy kocsiba, ugye itt vagyok. Így az a kis cucc, az indulása a versenynek, és ott jobb felül látod az instrukciókat, hogy... Hogyha görgőzök, akkor tudom a checkpointot szélesíteni, vagy keskenyíteni nyilvánvalóan. Hogyha lerakok egy bal klikkezek, akkor lerak egy checkpointot, és így tovább a jobb klikkel el tudom helyezni a célt, de lehetne nyilván backspace-el tudom törölni az előző checkpointot, és így végigmentek az egész mapon igazából gyakorlatilag szépen, amennyit csak szeretnék, és hogyha mondjuk én ide jobb klikkezek egyet, akkor ide lerakja a célt, visszajeg a szép kis laptopomba, és akkor reméljük, hogy elmentem, pálya címe mondjuk iskola. Ne kérdezz miért. És akkor itt kibírom azt, hogy az iskola map legyen, itt mondjuk csinálok egy versenycímet, hogy mondjuk Suri Race. Nevezési díjban nyomjon $5, tehát most itt a C betűt megnyomta, akkor... Aha, na ez egy letiltás, itt meg kell csinálni még például. És akkor itt létrehozok egy lobbit, ide be tudnak jelentkezni a playerek, és akkor majd el tudunk indulni ott. Mondjuk most egyre nem indul be a kocsim. És ilyenkor látszol IC szerkesztés közben? Igen. Csak ezt nem látják a nem szerkesztő emberek. De látszódsz IC nyilván. Szóval azt rabítsd ő. Nukli meg a TPM szerintem kicsit belezavar. Az lehet amúgy. Ja, amúgy sőt biztos. Trabi, hogy működik ez a... Ezt akartam megmutatni nekik, mert az volt a kérdés, hogy hogy lehet az NPC-k, hogy törlődnek, és nem tudom, hogy működik az akadályítem. És nyilván ja, itt be tudnak jelentkezni az emberek, stb. Itt látszódik a lobby, hogy itt a Suri race, de most lebírom mondani, és akkor vége lesz. Mondjuk a kocsim nem tudom miért fogyatékos, tényleg nem tudom mi történt. És visszakaptam a készpénzem is, úgyhogy... De ja, most el tudom indítani igazából egy magam is, megmutathatom. Hogy indul el. És akkor ide jövök a kis racsének az elejére. Beredizek, mondjuk, várj, hogy redizek be? Nem tudom, hogy redizek be. Ja, laptopban elindítom, megnyitom újra a laptopot, elindítom, és akkor itt mindenkit lefrízel. Annyi a lényeg, hogy itt nyilván van egy visszaszámláló, és a rész lényege, hogy azt hiszem nem tudunk egymásba menni, ugye? Tehát arra gondolsz, doktor, de hogy... Tehát az a baj, hogy nyilván azért sok playernél, meg különböző pingeknél, meg mindenféle ilyennél azért elég nagy deszinkek lehetnek, sajnos ezt nem lehet elkerülni, mert valakinek rosszabb az internete, valakinek rosszabb a gépe, érted, lehet, hogy messze van a szervertől, és azért úgy van megoldva, hogy át tudtok menni egymásról, és igazából csak az NPC-k, illetve a környezeti tényezők azok, amik befolyásolják azt, hogy mondjuk a futamba, hanyadik leszel, szóval nem lesz az, hogy kilököditek egymás, meg izé direkt valakivel trollkodnak, hanem igazából az NPC-ken, meg környezeteden múlik, úgyhogy ja.
Száz toxic picsa csőcső, egy körben töröl mindent x időközönként, a kör középpontja az item. Na, elmegyek a PD-re, azt veszek még egyet. Lehet mondjuk nem a leg... Nem tudom, lehet nem noclippen megyek amúgy, mert lehet az zavart bele, de bementem valahova, azt mintha nem csinált volna semmit. De láttam a működésben, úgyhogy... Érted, de legalább... Dokit, tegnap teszteltétek, ez tegnap jó volt. Gondolom, azt mondtátok, teszteltétek a PD-s itemeket is, úgyhogy... Elvileg jó kéne legyen, nem? Működött? Ja, akkor lehet én majd fogyatékos, gondolom nem noclippel kéne mennem. Veszek egy párat. Ja, mondjuk ez még mindig nem zárul be amúgy, ha beér az összes versenyző, a kibaszott autóversenyző, de ez nem baj, most már engedem. Kocsival ne használd a noclippet. De csak idő kell neki, oké. Okay. Ja, mert ezt próbáltuk úgy, hogy real-time töröljön minden nyilván, csak nyilván kúra sok erőforrás leszik úgy. Nem tudom, veszünk egy hármat? Mondjuk egy hármat. Ó. Oh. Nem fér bele az inventory, úgyhogy lerakott. Úgy érzem, sokat nyom. Na, valamit el kell dobjunk, mert nem fér az inventory-be semmi. Mindjárt mennyit az inventory, meg egyszer lőszerek? Jó, se csak elfér. Jó, elfért. Kicsit nehezek. Én azt látom, igen. Az autóversenyzés cuccot még meg kell csinálni, el tudjon ott jobb fölül. Hogyha beért mindenki. Ez még mindig triggerel. Akkor lerakok ide egyet. Egyet lerakok ide. Nem tudom mekkora range van, az a baj. Még lehet nem az út közepére keltem. Most kíváncsiak, hogy dispawnolja majd az NPC-t. De egy kis idő kell neki. Most remélem nem fogok beégni, mert másodjára is, mert kurva szomorú lennék. Kibaszott szomorú lennék, most másodjára is beégnék. Ó, nem égtem be. Eltűntek az NPC-k. Nagyon jó. Szóval ja, így működik, hogy lerakjátok egy adott helyre, ide. És akkor diszponolja az NPC-ket, amik túl közel jönnek. Így nem lesz az, hogy mondjuk áthajtanak mindenen. Ő mondjuk meg is fordult. Ja, szóval mondjuk lerakjátok ezt, és akkor ezen az úton mondjuk itt ide nem jön be senki. És hogyha mondjuk azt akarjátok, hogy a kövi úton se legyen senki, akkor oda is leraktok egyet. Nyilvánvalóan ezt majd fel kell szedni egy idő után. Mindig beégek, hát látod, hogy fel kell szedni, mert kicsit szomorú lenne, hogyha mondjuk szegény NPC-k Bocsánat, uram. Ja, ó. Igen, tehát, ja, van egy ekkora range, nem tudom, hogy 200 méter, 100 méter, nem tudom mekkora pontos range, de ja, így diszponálgatja őket egy bizonyos zónába, és így annyi a lényeg, hogy gyakorlatilag nem akadályoz senkit abban, hogyha mondjuk baltrablás van, akkor nem hajtogatnak át ott agyatlanul, mint ahogy mondjuk másszoron. Kaptam egy fizetést a PD-től, $205, kurva gazdag leszek. Úgyhogy ja, most valamint még tegnap Arun megcsinálta, mert problémák voltak az izével is, és nem tudom, tehát gondoltunk arra például, hogyha valaki annyi idős, mint Ridu, nem tudom, Ridut ismeritek a cseten, kb. Ilyen 50-56 éves, hogyha esetleg valaki nem látná a telefont, akkor ekkorában is tudja használni, mert hát tudjátok azért, érted, Ridura is gondolnunk kell, szóval hogyha valaki esetleg nagyba szeretné látni a dolgokat, akkor 1,9-esbe is használhatja, nyilvánvalóan, azért Arról mondta, hogy szóljatok, ha valaki így használja a telefont, fotózzátok ki, és én majd jól kinevetem. Ez vagy tényleg az, hogy valaki, tényleg, hogy ez kemény, hogy valakinek ezt kéne használni, hogy lássa. De figyelj, gondolunk mindenre, igazából ez a több felbontás miatt van, mert 4K-ba kisebb a telefon alapvetően, ugye, nyilvánvalóan, mint mondjuk Full HD-ban nekem, és hogyha mondjuk hogy valaki 4K-ba játszik, vagy 2K-ba, vagy faszom se tudja mennyi K-ba, akkor nyilván tudja ízlés szerint, tetszés szerint kicsinyíteni és nagyítani a telefont. Szia, March, 1000 éve. Ki tényleg 1000 éve, mi a helyzet? Nagyon rég nem láttalak. Volt itt még egy kérdés. Szia, bacsi, amúgy köszi szépen, bacsi, a tírás 8-at, Jézusom, köszi szépen. Bacsi, amúgy mindig így eltűnsz egy csomó időre, aztán visszatérsz. Aztán észrevettem. Régen is ez volt, emlékszem. 4 kiló egy akadály, az sok amúgy, nem? Az sok. Vagy hát jó, még csomóba be tudják rakni, érted? Még ennek nincs csomagtartója. Hát jó, amúgy most egy csomagtartóba be tudod rakni amúgy, és úgy nem vészes. Nem tudom, mondjuk a csomagtartók szerintem súlya sincs. De most csomébe berakod amúgy, lófasz szerintem. Max kicsit szar, hogy... Hát Max amúgy azt kell, hogy mindenkinek a rendőrkocsijába, a csomagtartóba van egy 3 akadály, érted? Úgyis meg lesz abban, hogy ezt nem... Hogyha valaki megpróbálja bevenni a saját inventoriába, kitörli. Ez csak PD-sek tudják alkalmazni, mert nehogy valami visszaélés legyen belőle, de érted? Ez szerintem mondjuk tök vállalható, hogy mondjuk marad 4 kiló, hogy azért ne legyen mindenki, ne rohangáljon mindenki ilyen mindenhova. Na és akkor mondjuk csomagtartóba tárjék a rendőrök, hogy valami.
Te meg lett a rádió is, az meg... Hát kicsit máshogy működik, mint máshol egyébként. Ó, megkaptam a autóversenyre a készpénzem, nagyon jó. Itt úgy működik, hogy ha van egy rádiód, akkor megnyomod a tabot, és akkor feljön egy kis rádió, de be tudod írni a frekvenciát, ahol fel szeretnél menni, leokézod, elrakod a rádiót, és utána pedig custom mindenhető, szóval ezt majd mindenkinek így kell megcsinálni, legalábbis én átraktam máshova, mert én mondjuk például, én nem tudom, mindent szeretek az egeremen tudni, tehát én az ember vagyok, aki teljesen is, mindig az egérrel beszéltem, hogy fájván belül is, szóval én beraktam mouse 5-re, és annyi, hogyha nyomod a mouse 5-öt és beszélsz, akkor odarakja a fülethez, aztán abba hagyod a beszédet, lerakja. Szóval, ja. Úgyhogy igazából ennyi. Mondjuk nekem még ennem van a sima beszéd, meg ugye van ez meg mouse 5-ön, de ezt is oda bindeni mindenki, ahova akarja. Hát ha valami jobban sok, akkor inkább félreteszem, nem szeretek dolgok. Ja, hát ez jogos. Jól vannak a kis gyerkőcök, az ikrek. Remélem minden fasz velük. Ha lesz itt táska az ember, hogyne? Na várj, addalak magamnak egy táskát. Hogyne, van már most is táska. Felveszed szépen, és akkor ide be tudsz pakolni dolgokat. Bármit, érted? És akkor igazából itt látod a táskának az inventory... Mi? A laptop, ennyit nyom. Egy kicsit bugolt az, láttátok? Ez valami, igen, itt valami... Találtam egy... Nem is tudom, ez valami vizuális bug lehet, mert... Aha, a táska alatt nullázódik az inventorim kiló. Aha, látjátok, hogyha megvan nyitva a táska, akkor az inventorim kilóját valamilyen nem jeleníti meg rendesen. Oké, megtaláltam. Látjátok? Suri a hiba találó. Szia, Mia, köszi a Prime-os 17-et. Rádió hangja, mert egyelőre még nincs, mert igen, még a közös megállapítás kell legyen, hogy legyen egyáltalán hangja vagy sem. És akkor itt látjátok, a táskák is van egy... Ja, ó, mindegy, nem láttátok, akkor mindegy, én megtaláltam a bugot, az a lényeg. Én megtaláltam. Szóval, itt látjátok, a táskák is külön súlya van, külön item slotjai vannak. Nyilván most megfogom azt, eldobom a táskát, akkor benne marad minden, de azt úgy is meg tudom nézni, ránézek altal, ugye, ha beadná, kösz. És akkor meg tudom nyitni a táskát külön, úgyhogy nincs is rajtam, úgyis kibírok belőle pakolni, stb. Még egy dolog, ami kicsit zavaró lesz, meg fura, hogy például az autóba az átadás, az nem lesz lehető, nem lesz megcsinálható, mert ugye úgy adunk át, hogy altal ránézel valakire is átadás, és hát a kocsiban nem nagyon tudsz ránézni másra altal, úgyhogy jelenleg az még kérdéses, hogy lesz megoldva a jövőben, most az a jövő izéje, jelenleg autóban nem tudsz átadni dolgokat, úgyhogy igen, maximum nem tudom, hogy csináljuk majd, hogy a kesztyűtartóba pakolsz valamit, fel se tudja, de ja, az átadás az ugye teljesen interakciós menüről megy, hogy ugye ne kelljen ID-ket nézni hozzá, ó. Tehát, ja, hogy ne kelljen ID-ket nézni egyáltalán, meg ne kelljen ID-kkel baszakodni egyáltalán, így minden ilyen interakciós menüre van rakva. Ez nem Stevie, ez egy mobszolt. Szóval, ja, nem mennyi időt addig spannol, vagy nem tudom pontosan. Meg mit akar, valami még volt, ja, meg hogy annyi a lényeg, hogy ugye átadni, meg még ugye úgy kell, mint amíg nálam van most 5877 dollár. Most itt elfelezem az inventorimba, itt áttam felezni, és így át tudom adni valakinek. De még azt meg kell csinálni Arunnak, hogy úgyis át tudja adni valakinek valamit, hogy fú, az, hogy kéne egy ember a szeróra, hogy meg tudja mutatni, de most nincs. Úgyhogy mindegy, szóval annyi a lényeg, hogy úgy még nem lehet felezni, hogy például rányomok ugye a shift-bal klikkel erre, így és így át akarom adni valakinek, azt még nem lehet megcsinálni, szóval azt még meg kell csinálni például, de most ezek lófasz munkák. Igazából tesztelünk, reméltek nagyon jól fog menni ez a beta teszt, bízok benne. El sem hiszem, hogy tényleg én pesgőt fogok bontani, remélem mire megnyitunk, geci, nem leszek taknyos, mert fú, én nem tudom, mert tényleg egy hete az vagyok majdnem szerintem, és katasztrofális. Sziget óta is a szigetnek, meg most lesz egy hete, hogy volt. Úgyhogy kemény. Úgyhogy a bármi kérdéset, bármi felvetés, elég zavaró szerintem, micsoda a toxic picsa. Ja, azt is meg lehet adni, zétény amúgy. Szia, fél lesz amúgy cső. Beleszek zsákolva? Mondjuk, ha én látom, akkor nem értem, kinek lehetett ezzel gondja. Ja, voltál orvos, nem? Son, elmondom neked, utoljára szerintem... Nem tudom megmondani, ez utolsó... Sőt, házi orvosnál nem tudom, mikor voltam utoljára. Szerintem még kisgyerek voltam, tehát tényleg. Most egy azzal, mert náthás vagyok, meg folyik az orrom, hogy ne lesz, pont most akarom még egy 25-est kirakni, bacsi, meg kelleni fog. Azzal, mert most náthás vagyok, meg folyik az orrom, azért most nem fogok elmenni orvoshoz, mit mond nekem? Ugyanazt, mint amit én tudok. Így aktált,
gőzém az arcom, használják orsprét, szedjek vitaminokat. Ezeket magamtól is tudom, úgyhogy... Tuning az milyen, ha publikus? Hát... Most egy tuningben én nem sok izé... Nem sok lehetőség van, nem? Vagy nem sok variáció van, nem? Utalás... Utalás? Utalni szeretnél? Tehát a bank is most egy kicsit át lett csinálva. Annyi a lényeg, hogy... Az most még úgy van egyelőre... Oh, shit! Az most még úgy van egyelőre, hogy... Jelen eset szerint ugye ATM-ekbe ugye tudsz pénzt felvenni, de most egy bankba még nem csináltuk meg, nem is tudom, hogy meg kéne csinálni amúgy, hogy ide jössz és ugye itt nincs is senki, szóval nem tudom eldönteni, hogy most innen is lehessen pénzt kivenni, vagy csak ATM-ekből. Nem tudom, ilyen pinállítások, ilyen fasságok nincsenek, mert azok nagyon felesek szerintem, de... Ja... Nyilván itt van minden, tranzakciók, kifizetés, befizetés, utalni tudsz, mindenkinek van egy számlaszám, amikor belép a szerverre, aztán, ja, szóval, ja, offline is tudsz utalni bárkinek. Opa, bocsánat, Jézusom, ez most tényleg véletlen volt. Nem. Jaj, ne, csel, szia, Hurics, üdvözöllek. Hogy vagy ma? Hogy vagy ma? Ja, meg lassan kéne menni gúz-gúzozni. Agresszív streamer, hát ez ilyen, látod? Ez ilyen. Úgyhogy igen. Lesz kávé a szerveren? Hát nem hiszem. Kamat lesz a szerveren, NPC-kben lesznek, így van. Kamat? Milyen kamat? Ja, nem fog kamatozni a pénzed. Pénzt le tudom-e rakni a földre? Hogy ne? Sőt, amúgy mutatok valamit, ezt nem is láttátok. Nem, hogy le tudod dobni a földre a pénzt, tudsz vele dobálni. Tudod dobálni a pénzt, tudsz vele dobálni embereket. Nyilván utána ott lesz a földön, szóval mondjuk most pont lehet nem oda dobtam. Nyilván utána ott lesz a földön, de ja. Na most amúgy szerintem fel tudok dobni vele egy NPC-t, meg nem hiszem, hogy meghal, mert szerintem nincs damage amúgy. Ja, tehát... Ja, aztán fel tudom szedni a földre, meg minden, bár utána nem stackkelődik rendesen. Ja, ez például, hogyha lesz ami strip club vagy valami, akkor arra például fullos. Amúgy. Ja, a strip club a kurva jól jön szerintem. Ja, kicsit érted, most úgy dobsz, mint egy labdát, de hát most... Igen, úgy kéne, hogy így szórod, tudod? Úgyhogy meg túl gyorsan pörögne. Repültek a cég, ma mint a kis angyal. Meg vagyunk amúgy gúz-gúzra elegen? Legutóbb, mikor néztem, még nem voltunk, csak azért. Hopp meg, hogy ne? Nem, mert Dr. Pacal Maszkó kiézelte magát. Fókusz meg fogyatékos, tehát beírt, be 12, nem fogyatékos. Nem. Fókusz te lennél a 12? Ha valaki, tehát ha van 12 ember, és valaki beírja, hogy -1, akkor te vagy a 12, nem 13. Negró lesz. Nem. Elfelejtettem. Bedobod a kukába másodom, hogy meg kiszedi. Ja, jó, mondjuk azért megnézném, hogy emberek random úgy járkálnak az utcán, hogy izé nyomogatják az F2-t, hogy érted? Jó, mondjuk amúgy látszódik a pénz, tehát most nyilván nem látszódik annyira, szóval most ezt nem biztos, hogy sokan kiszúrják, ha csak így random elsétálnak, meg most egy dollárt odamész felszedni. Jó, biztos lesznek olyan emberek, akik majd így kéregetnek, hogy dobálj meg pénzzel, kérlek. Roli és Kacsa se lesz, 11-en vagyunk. Jó, de fókusz 12. Igen. Negró legyen a 13., ez kész, menjen úgy. Úgyhogy arra remélem tetszenek így a dolgok chat. Mutattam még pár dolgot, most ilyen kis PD-s izéket. Nem tudom, amúgy szerintem, de én nem faszák amúgy. Fókusszal 11. A Glodex játszom, hogyha szeretnén. Vagy mert pedig igénylők, sokan igényeltek pedet amúgy, de azért sok ember, hát szerintem a felvételiztetők egy olyan 30 pedes, biztos meggyőztek már a jelentkezések óta, hogy ne legyen pedük, mert tényleg amúgy nagyon sokan akarnak pedet, és az, hogy a ped, az én is pedet akartam még amúgy nemrég, és nemrég győztem meg magam, hogy nem, az nekem nem kell. A ped amúgy esküszöm fán, meg jól néz ki, meg egyedi, de tudsz olyan karaktert is jelni, ami kurva egyedi néz ki, és egy ped az nagyon sok mindenbe hátráltat amúgy, úgyhogy, ja. Ja, azt menjünk el gúzgózni. Bármi kérdés még chat? Bármi érdekele még titeket, szevasz, Blockhander, cső. Hello.
Azóta is nyeregeted a Samsung játékokat, Blockhander? Nem is néztem volna, hogy nem is néztem, hogy milyen Samsung játék van most, hogy full el is felejtettem, hogy létezik. Szia, Bojni. Úgyhogy a... Miért haladnak ilyen lassan a jelentkezési lapok elbírálásai? Lassan haladnak. Tényleg? Kurva élet, tényleg? Na várjál, hát. Az biztos, hogy az enyém azok lassan haladnak. Amúgy az a baj, hozzám bekerült egy, és így... Hú... Kurva hosszú, látom, hogy kurva hosszú, mert mondjuk nem tudom, megjött ez is, 1.41-kor valamelyik nap, érted? Lehet, itt szigeten voltam, látta, hogy bejött. De mondom, kurva hosszú, most szigeten a buli közepén nem olvastam végig, aztán másnap napi ketté van kijavítva köbe. Hát jó, mondjuk most, amúgy most tényleg áll egy jó adag. Fú, amúgy tényleg áll egy jó adag. Hallod, Dr. Dák? Nincs kedved átmenni mindenki szabály, most szinte itt egy 10 plusz, az biztos, hogy áll. Fú, még több is szerintem. Nincs kedved átmenni mindenki szabályán és elutasítgatni, amik... És elf... Mit csinálja? Szóval, ja. Easy-ke és Fori szabályán kívül minden halálnak amúgy. Szerintem. Ja. Ú, mondjuk vannak, vannak itt amúgy kemények. Nem is nézegethetjük őket most felelem, csak a többieknek itt gúz-gúzt ígértem. Persze, Szabi, szerintem az sima. Nem, most végezzel nem gondoljunk mindenre. Most találtam ezt az inventory bugot a táskával is, nem is, valami vizuális bugnak nevezném inkább, de most már nem is tudtam újra elő, de itt, de. Újra elő tudtam hozni, ezt valahogy leszkrém a Ronnak. Elküldöm neki gyors. Tudom, hogy nincs otthon. Uda. Táskás inventory-s bugot. Ha áthúzom az inventory-ból. Leírom Arunnak ezt, aztán mehetünk a bony. Táskába egy itemet, akkor az inventory újja ideiglenesen le nullázódik, és a lila csík össze-vissza ugrál. Nagyon jó. Ígéretesnek fog kinézni a szeróhát, baszak, legyen is jó, mert nagyon-nagyon tényleg szívünk, lelkünk, mindenünket beletettük ebbe chat, úgyhogy és még bele is fogunk, tehát tényleg, ahogy megnyílik, szerintem Easy nevében is beszélek, HTML nevében, és mindenki jött Rabiba, mindenki, akit admin és felvételiztető, és bárki, aki benne van ebbe a csapatba, akivel összeraktuk az egészet, szerintem ezek mindent is bele fogunk. Eddig is mindent beleraktunk, a fejlesztők is leginkább amúgy. És még most is ezután is kórosokat bele kell raknunk majd, mert oké, a scriptek már megvannak, a scriptek összeálltak, és nehogy azt higgyétek, hogy itt a fejlesztés meg fog állni. Tehát megnyílik a szeró, instant hiba javítás lesz mindenen, az biztos, ezt biztosítatok mindenkit, hogy mindent megpróbunk lehető leghamarabb kijavítani, hogyha nyilván akadnak dolgok. Arunéknek azért adunk majd egy pár nap szabadságot, mert megérdemlik, mert az elmúlt, Arun az elmúlt két hónapban szerintem ilyen közel 400 órát fejlesztett, szóval igen, az sok, az sok, úgyhogy, ja, DC egy TS alapul, ez ingén voice van, úgyhogy igen, addig fogunk nekik egy pár nap szabít, azért ők is pihenjék ki magukat, meg már lehet a faszuk ki van a fejlesztésből, de ja, mi meg nyilván bele fogunk adni mindent a többiekkel, hogy a közösség is olyan legyen, hogy kurva fasza, mert oké, jók a scriptek, oké, jó minden, fasza minden, szúd minden, de a közösségnek is olyannak kell lenni, úgyhogy bele fogunk adni apait, anyait, úgyhogy ja. Érted? Ja, meg Pinksy is nyilván, tehát... Reméltek, most nem lesz hetente új karaktere. Mondjuk biztos, hogy nem lesz, de... Ja. Ja, de amúgy DC-n fenn kell lenni, hogy jelentkez Odi. Szóval DC-n megy minden amúgy. Ilyen jelentkezés, meg ilyenek. Hát Pinksy-en egyben megjelenik, haha! 4-es Winstreak TFT-ben, nem jó, kikapsz, frikó. Na jó van. Mit akartam? Gúz-gúzozni? Mennyire gúz-gúz? Esküszöm, veszek be mindjárt még egy jó adag vitamint. Aztán ja, Negrót akkor hívjuk? Nem, Jan Glodex